15 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 29-én egy egyedülálló kezdeményezésről, egy hengernapóra létesítésének terveiről számolt be a Kecskeméti Televízió hírműsora. A világon egyedülálló, úgynevezett hengernapórával lesz gazdagabb Kecskemét, szűkebb értelemben a Széchenyi város, egészen pontosan a planetárium. Marton Géza napóra készítő ugyanis megegyezett Elkovács Zoltán igazgatóval, hogy az épület homlokzatára elkészít egy 16 méter átmérőjű napórát. Ez a tervrajzon szereplő szerkezet nem csak az egész órát jelezné, hanem a negyedet, a felet és a háromnegyedet is. Az ügyet a Porte Egyesület és dr. Zombor Gábor is felkarolta, aki egy havi képviselői fizetését ajánlotta fel. Nagyjából egy hónap múlva megkezdődik az időt jelző elemek felhelyezése a planetárium falára. Még ebben az évben üzemelni fog az óra. Pontosabb időpontot a mester azért nem tud mondani, mert egyrészt az időjárás befolyásolhatja az építést, másrészt pedig még soha nem készített ilyen órát. A világ legnagyobb hengernapórájának elkészítése végül közel egy évig tartott, a látványos alkotást 2007. októberében